Egyelőre nyoma sincs, hogy Magyarország és Lengyelország feladná az uniós költségvetés és a helyreállítási alap vétóját, noha az ultimátum kedden lejár. Közben új elem szivárgott ki a készülő német csomagból, a miniszterelnökséget vezető miniszter nem sok esélyt lát a kompromisszumra. A Momentum szerint viszont Orbán Viktornak be kellene ismerni, a vétó maximum a saját köreiket gazdagítja. Az Európai Bizottság úgy számolt, Magyarország 6480 milliárd forintot bukhat a helyreállítási alapból. A vétó az unió javát szolgálja. Ezzel a címmel írt publicisztikát kedd reggel a lengyel kormányfő a Magyar Nemzetben. A lengyel és magyar miniszterelnök keddig kapott időt, hogy válaszoljanak, elállnak-e az uniós költségvetés és helyreállítási alap vétójától. A magyar álláspont is változatlan, elutasítja a kifizetések jogállamisági garanciához kötését. Ezzel az unió is számol, így a magyarok és lengyelek nélkül is készek, hogy felállítsák a helyreállítási alapot. Közben a Bruxinfo azt írja, a németek több elemből álló csomaggal készülnek. Nem látok sok esélyt a kompromisszumra, elhúzódó válságra is van esély. A kancellária miniszter a németek felelősségét hangoztatta a vétóügyben. A magyar kormány kész ugyan a racionális kompromisszumra, tette hozzá Gulyás egy panelbeszélgetésen, de csak a nemzeti érdekek feladása nélkül. Ezzel szemben a Momentum EP képviselője úgy véli, lassan Orbán Viktornak is be kell vallania, hogy a vétó senkinek sem érdeke. Magyarokat felelősen képviselve pedig az lenne a feladata, hogy minél nagyobb segítséget nyújtson a rászoruló állampolgároknak. Innentől kezdve egy megoldás van, hogyha beismeri, hogy a vétó, az erőpolitika jelenleg maximum a saját zsebeiket gazdagítja, de senkinek nem ez az érdeke. Lázár János ugyancsak a panelbeszélgetésen azt fejtegette, hogy a jelenlegi vita a későbbi magyar mozgásteret is meghatározza az EU-ban és azon kívül is. Ha pedig itt alul maradunk, annak nyilván lesznek következményei az ország érdekérvényesítő képessége és jövője szempontjából. A DK EP képviselője a kabinet jelenlegi érdekérvényesítését is kétségbe vonja. Arra Kovács Attila szerint a magyar vétó a kétsebességes Európa irányába mutat. Magyarország és magyar kormány tulajdonképpen azt követően, hogyha ez bekövetkezik, nem olyan tagja az Európai Uniónak, mint a többi. Valami egészen más. Bizonyos értelemben ez az igazi kétsebességes Európa. Időközben az Európai Bizottság közleményében azt írta, Magyarország 8 milliárd euró vissza nem térítendő támogatást és 10 milliárd euró kedvezményes hitelt kapna a helyreállítási alapból. Azaz a vétó esetén 6480 milliárd forinttól eshetne el Magyarország.